Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit innen a Kiskegyet stúdiójából. Én Kovács Violetta vagyok, a lapújságírója. A mai vendégem pedig az ország legszebb nagymamája. Nyerte Zsuzsi! Szia, Zsuzsi! Köszönöm szépen ezt a titulust. És örülök, hogy végre élőben is látlak, mert ugye 10-20-30 évvel ezelőtt, akkor azért mindig találkoztunk, ha csináltunk egy riportot. Most sajnos az idő rövidsége miatt általában telefonon szoktunk csak beszélni, és úgyhogy boldog vagyok, hogy itt lehetek a stúdióba, és veled beszélgethetek élőbe, és láthatlak. Szuper! Még mindig szép vagy, Zsuzsi. Hogy csinálod? Hát nagyon fárasztó. Természetes úton, természetesen. Úgyhogy még mindig tartom nincs rajta magam. Semmi? Plasztika? Nincs, semmi? Nincs. Az bőr, hogy gyönyörű, sima nincs, ennek ellenére. De viszont nagyon-nagyon sokat költök ugyanúgy a krémekre, aztán spórolok a ruhatáramon, úgyhogy hát ezek az én praktikáim, meg hát szerintem az belülről is jön, meg van, hát ugye örököltem drága szüleimtől, azért genetikai is, biztos vagyok benne, hogy az is, de én is úgy gondolom, hogy még úgy rendben van a dolog. Nagyítóval se látok rajtad ráncokat. Mennyit költesz a krémeidre? Meg szabad kérdezni? Hát lehet, hogy megnézi a párom is ezt a műsort, úgyhogy lehet, hogy nem leszek teljesen őszinte. De nagyon szerencsés vagyok, hát ebben is nyertes vagyok. Ugye volt szépségszalonom, azóta már nincs. De hála Istennek, hogy nincs, mert azért már a végén már több volt vele a gond, mint az öröm meg a sikerélmény. De viszont ugyanúgy van bejárásom a nagykerekbe, a kozmetikai nagykerekbe. Tehát én olyan áron kapom a krémeket, és nem 50 millis kiszerelésbe, hanem 150 millis kiszerelésbe, mint a kozmetikusok, ami nagyon-nagyon, tehát nem drága. És egy ilyen 150 millis krémet akár egy évig is elkeneget az ember. Mondjuk nekem nem, mert én kilószámra kenem magam krémekkel. Párom mindig mondja este, amikor elalszunk, hogy na, megint a párnát ránctalanítod, mert hogy zsíros bödönnek ilyeneket szokott mondani. Ajaj. Szóval, hogy mennyit szoktam költeni, hát most ez 3-4 hónaponta szoktam újra feltölteni a krémkészletemet, hát akkor azért ott hagyok egy százast. 3 hónapra levetítve az nem is annyira. Igen, de a legjobb krémeket használom, úgyhogy látszik is. Igen, az azért fontos, hogy az ember, tehát nem úgy vásárolom, hanem kozmetikus ajánlásával, tehát a bőrömnek megfelelő és a koromnak megfelelő krémeket használok. És hogy tetszik a nagymamaság? Hát, szavakat kész nem vagy? Találok, hát kész vagyok. Most lesz az első névnapja Oliviának, és érdekes, hogy pont arra a napra esik, amikor a déd nagymamája 94 éves lesz Juli néni, a párom anyukája, úgyhogy dupla nagy ünnepség lesz, Olivia első névnapja, és a Juli néni 94. születésnapja, hogy tetszik, hát nem tudok betelni vele. Tehát ezt nem lehet, ezt, ugyanúgy, amikor kérdezték, hogy milyen az anyaság. Azt se lehetett leírni egyszerűen, tehát azt érezni kell. Az a pillanat, amikor a kezembe tartom Oliviát, és a gyönyörű kék szemeivel belenéz a szemembe, és elveszek benne, és rám mosolyog, és most már már gügyög, már mászik, már egy percet nem lehet otthagyni, mert egy másodperc múlva ott van a sarokba. Hát 7 hónapos elmúlt, csodálatos anya a Zsuzsó, nyugodt, kiegyensúlyozott, fantasztikus a leendő vejem, a párja, tehát ez látszik a Olivián is, mert olyan nyugodt baba, olyan, tehát én nem nagyon láttam még sírni, pedig most már nem tudom hány oltást is kapott, nem lázasodott be, szóval hát nem tudom, a jó Isten nagyon, nagyon csodálatos kis unokát küldött nekünk, olyan csodálatosat, mint a lányom, és itt térnék ki arra, hogy azt szokták mondani, hogy hát, hogy a nagymamaság valóban nincs felelősségérzet, de hát azért ugyanúgy drukkolok érte, meg a lányomért ugyanúgy aggódom, de azt eldöntöttem, mert abban a hibában esnek a nagymamák,
hogy szinte jobban szeretik az unokát, mint a lányukat. Én eldöntöttem, hogy én mindig egyformán fogom szeretni, tehát sose fogom jobban szeretni az Oliviát, mint a Zsuzsót. A Zsuzsó az én egyetlen egy gyönyörűségem, és remélem, hogy Oliviából még lesz egy, kettő, három. Úgyhogy, úgyhogy hát csodálatosan. Gratulálunk hozzá. Szépen. Ugyanakkor az embernek eszébe jut, hogy több kolléganőd, énekesek, zenészek, mennyire titkolják, hogy nagyszülőkké váltak, nem, hogy ilyen boldogan beszéljenek róla. Erről mi a véleményed, amikor valaki úgy gondolja, hogy hát nem tesz jót a karrieremnek, ha kiderül, hogy én nagymama vagyok? Hát én ezt nem tudom, én alig vártam már, hogy nagymama legyek. Én azt gondolom, hogy ez nem korfüggvénye. Tehát lehet, hogy ők úgy gondolkodnak, hogy a nagymamaság, a nagymamákat úgy képzelik el, hogy ilyen szemüvegbe, horgolt sisak, illetve hát horgolnak. Kötögetott. Igen, hát mint a piroska és a farkasban a nagymama. De hát azért a mai világban úgy gondolom, hogy lehet fiatalos nagymama is, aki még ugyanúgy pörög jobbra-balra, ugye játszom, tehát én abszolút nem az a nagymama vagyok, aki otthon várja, hogy jöjjön a telefon, hogy akkor most odaadják a kisunokát, és akkor vigyázol rá. Alig várom, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor majd megkapjuk Oliviát, és akkor ott lesz nálunk 2-3 óráig. De lehet, hogy a korral hozzák, hogy a nagymamaság az egyenlő az öregséggel, az öregkorral. Én előbb szültem volna, mondjuk nem 35 évesen, hanem előbb, akkor már lehet, hogy már 5-6 éve boldog nagymama lehetnék, de hát így is boldog vagyok, hogy Zsuzsó azért 30 évesen megajándékozott bennünket, meg a drága párja. Sőt, azt silipelték a verebek, hogy májusban hatalmas nagy lagzi lesz. Bizony, mesélj erről. Hát sokat nem merek mesélni, a Balaton partján lesz, mindent a fiatalok intéznek, én nekem a ruhába van beleszólásom, a gyűrűbe, a sminkbe, hajba, meg azért készülök, ott lesz, meg van hívva Straub Dezső barátom is a esküvőre, úgyhogy készülünk ilyen vidámságokkal, meg kicsit ilyen nem nagy műsorral, mert mondta a Zsuzsó, hogy anya, 15 percnél nem lehet több. Úgyhogy hát nagyon készülünk rá, és hát remélem, hogy élete legszebb napja lesz neki is, meg a leendő vejemnek, és Oliviának is. Úgyhogy ennyi, hogy hát készülünk, sokan leszünk, úgyhogy nem is, ne is kérdezz, hogy mennyibe kerül most egy esküvő, mert úgysem mondom meg, mert elájulok, ha csak rágondolok, de remélhetőleg ez a nap valóban megér minden pénzt. Apropó esküvő. Jaj, most nem az enyéméről beszéljünk. Hát pedig nem úszod meg, mert hogy én tegnap végignéztem a mi régi interjúinkat, mert mi már ugye 30 éve ismerjük egymást. Csak? 42 éve vagy 41 éve vagyok. Csak 30 éve találtál rám. Igen. Nem az igen. Első perctől fogva csináltál velem interjúkat. Nem, 30 éve. Igen. Tehát 11 évvel ezelőtt. Akkor már a Zsuzsó volt. Persze. És azt mondtad, hogy most jön majd a 40. évfordulótok a pároddal, és ha most nem lesz esküvőtök, akkor soha. Most meg már az 50. évforduló. Na, milyen jól tartod számon. Igen, hát ebben az évben lesz 50. Mi van az esküvővel? Hát most éppen említettem a Zsuzsó esküvőjét, hát ezeknek a számoknak a... Én azt gondolom, hogy több ilyen esküvő nem nagyon fog beleférni a pénztárcánkba, vagy a, hát igen, nem tudom, hogy még mi lesz, hogy lesz, most erre koncentrálunk, tehát. De régebben arról is beszéltem, hogy te még azt is el tudod képzelni, hogy egy dupla esküvő. Hát igen, hogy mondják, hogy két legyet egy csapásra. Igen. Hát az lett volna a legideálisabb. És? Viccből megkérdeztem a Zsuzsot, mondom, te, mivel, hogy hát ugye, a vendégek nagy része, ugye a család az ugyanaz, tehát akkor nem kellene kétszer meghívni, kétszer vendégül látni, kétszer kifizetni az esküvőt, azt mondta, anya, megbalondultál? Szó nem lehet róla. Úgyhogy persze ez az ő napjuk lesz,
ez az ő. És én is csak vízből kérdeztem, hogy lesz-e, hogy lesz, mint... Hát megpróbálom jól tartani magam, a párom is elég jól néz ki. Most mennyivel szebb lenne? Hát az még nagyobb szenzáció, hogy mondjuk két év van közöttünk, hogy ő lenne 72, én meg 70. Hát milyen, mekkora szenzáció lenne, hogy nagymama, nagypapa összekötötte az életét hivatalosan is. De hát nem a papír a lényeg, mint látható, hát azért 50 éve azért papír akkor nélkül is jól vagyunk. Mondjuk egy dolog miatt, az én családom nagyon vallásos, anyukám, édesapám is nagyon vallásos volt, nagymamáim, úristen, hát forognak a sírjukba, hogyha látnák, hogy én ilyen vadházasságban élek, idézőjelben. Tehát ha valamiért lenne esküvő, az csak a templomi esküvő miatt lenne, hogy a Jóisten színe előtt is, tehát hogy ne halálos bűnbe menjünk majd. Pedig most igen. A jelen ábra szerint igen. Te örök mennyasszonyként fogsz megöregedni. Meghalni, nyugodtan mondd ki. Nem tudom, Violetta. Hát olyan, hát ki gondolta volna még egy évvel, két évvel ezelőtt, hogy a Zsuzsó egyik percre a másikra megtalálja az igazit, és már itt a kisunokám, és már jön az esküvő. Most a párom az itt van mellettem, nem hiszem, hogy meg fog bolondulni, ha eddig nem bolondult meg, úgyhogy valószínű, hogy mi már, ahogy mondanánk, a holtomiglan együtt, és hogy még mi lesz, hogy lesz, majd meglátjuk. Az anyukád soha nem mondta neked, hogy édes kislányom, hát ez így nem jó, most már ideje lenne hivatalosan is összekötni az életeteket. Anyukám meg az apukám se nagyon szólt bele az életembe, uh-huh. az életünkbe. Néha volt egy megjegyzés, de nem olyan szülők voltak, akik úgy beleavatkoztak volna az életembe. Igazából tényleg, mi nagyon korán találkoztunk Attilával. 16 voltam, meg 18, elkezdtük építeni az egzisztenciákat, akkor színművészeti, akkor ő is járt főiskolára, akkor jött a Zsuzsó váratlanul, és akkor utána már ő körülötte forgott a világ, és hát így, hát így alakult, hogy nem tudom, hogy neki fontos volt-e, vagy nekem. Nekem nem, én kiéltem magam a színpadon, én voltam nem tudom hány darabban mennyasszony, tévésorozatban voltam mennyasszony, akkor fotóztak mennyasszonyi ruhába, tehát igazából én ezt azért megy az ember férhez, nem csak azért megy férhez, hanem akkor kell a legszebbnek lenni, ugye a legszebb haj, a legszebb smink, a legszebb ruha, tehát arra nagyon készül az ember. Én ezeket úgy kiéltem a pályámon, hogy voltam egyszer-kétszer ilyen gyönyörű mennyasszonyi ruhába, úgyhogy majd meglátjuk, én mindig azt mondom, hogy soha nem mondd azt, hogy soha, és még azért van még egy jó pár évünk, nem? Remélem. Ugyanakkor pletyka szinten összehoztak azért ezzel azzal, aki ugye... Jaj, hát kit nem hoznak össze? Kit nem hoznak össze most Zambó éppen? Zambó Jimmy! Jaj, hát gondoltam, meséld el ezt a történetet. A nézők nem most... biztos, hogy tudják, hogy az egésznek a táptalajt egy fotó adott, amin te ragyogsz, gyönyörű vagy. Jó, fiatal vagy. Igen. Zambó Jimmy pedig büszkén ölel át téged ezen a képen. És ettől megindult a pletyka, hogy te a Zambó Jimmy barátnője vagy. Mi volt az igazság, Zsuzsi? Hát az igazság, akkor találkoztam vele először és utoljára. Ez egy bevásárlóközpontnak volt a megnyitó ünnepsége, amit a tévé is felvett. Uh-huh. Sose felejtem el, Miklós Erikával énekelték a Say Goodbye-t. Uh-huh. Valami, csak most már gondolok, Libabőr. Csodálatosan, tehát fantasztikus hangja volt. Azt tudom mondani, hogy velem, hát szőke voltam, fiatal voltam, gyönyörű voltam, hát persze, hogy kaptam bókokat tőle, de semmi különösebb nem volt.
megtisztelt azzal, hogy mondta, hogy fotózkodjunk, és büszke voltam arra, hát akkor ő egy akkora sztár volt, és tényleg fantasztikus. Én egy nagyon tehetséges művésznek tartom őt a mai napig. Nem tudom, nem ismertem őt közelebbről, mint embert, de akkor nagyon jó benyomást tett, udvarias volt, kedves volt, közvetlen volt, tehát nem voltak sztár alüljei. Tehát nekem ez egy nagyon szép emlék, és szomorú voltam, hogy ezt a sajtóit kiforgatja, és szegényt a halálába, mert ez ugye a halála után, tehát még ő se tudta megcáfolni, mert akkor már rég nem volt közöttünk, és hát engem nagyon bántott, hogy örülök mindig, ha írnak rólam, mert Modrogi Gyuszi mondja, hogy hajót, ha rosszat írjanak mindig, addig vagy, amíg tudnak rólad, amíg látnak a színpadon, látnak a televízióban, de azért ilyen hazugságokat nem szeretek olvasni magamról, úgyhogy ez az igazság. Párod mit szólt ehhez? Ja, hát ő nevet már ezeken, hát őt nem érdekli. Soha nem volt rád féltékeny? Ország nem. Egyik legszebb színésznője. Nem, képzeld el, hogy ő nem egy féltékeny típus. Én nagyon féltékeny voltam rá, amikor fiatal voltam, mert hát ő is nagyon jó képű volt, és egy nagyon csinos, szép fiú volt. Kosárlabdázott, úgyhogy magas volt, vékony volt, kisport volt, testű. Úgyhogy gyönyörű fogai voltak, azok még mindig megvannak. Úgyhogy nem véletlenül sikerült ilyen jól a Zsuzsó, úgyhogy tőle is örökölt egy-két olyan nem csak tulajdonságot, hanem külsőleg is. És én féltékeny voltam rá. Tehát én féltékeny típus vagyok szerintem. Hát most már nem. De ő legalábbis ő soha nem mutatta, hogy féltékeny. De nem is adott rá okot. Tehát én olyan szerencsés vagyok megint itt ebben is, hogy én nem tudok visszaidézni olyan pillanatot, amikor mondjuk ez féltékenységre adott volna okot, hogy mondjuk valakit úgy jobban megnézett volna, valakit úgy megdicsért volna, vagy valakivel ő koketált volna, vagy egy társaságban úgy viselkedett volna, hogy ez nekem... Tehát soha nem adott okot erre, de mégis azért féltékeny voltam rá. Most már nem. És ő ezt hogyan tolerálta? Gondolom hálás volt azért, hogy... Hát, hogy én mondjuk lehet, hogy okot adhattam volna rá a féltékenységre, mert én nagyon ugye közvetlen vagyok, meg ugye egy színésznő, hogy mondjam, tehát sokkal... Hogy fogalmazom, érted, hogy mit mondok? Tehát én hamar kerülök kontaktusba, mármint úgy, hogy beszélgetni, nyitottabb vagyok, hát a szakmámból is következik. Tehát én biztos adtam rá okot, hogy féltékeny legyen, de ő azt nem vette komolyan, úgyhogy tudta, hogy ez ilyen vagyok. Hűséges típus vagy? Igen, megpróbálok hűséges típus lenni, mindig is megpróbáltam. Nem... Mit jelent, ha megpróbáltam? Hát mindig megpróbáltam, mert azért ez alatt, az 50 év alatt neked miért hazudnék, meg a tévénézőknek. Voltak mosolyszünetek, de hát azért 16 voltam, ő 18, azért meg kellett tapasztalni, hogy tényleg ő az igazi, tehát azért voltak. Mosolyszünetek, de utána mindig visszataláltunk egymáshoz, és mindig az derült ki, hogy nincs jobb. Ahhoz mit szólt, amikor te 42 évesen vállaltad a Playboy címlapfotót? Jaj, még erről is kérdezel. Hát ennek is van egy története, tehát ez nem úgy volt, hogy felkértek, és akkor rögtön igent mondtam, főleg akkor még élt az apukám, aki azért nagyon erkölcsös volt. Annyi volt az előzménye, csak úgy dióhéjba, hogy előtte volt egy művészi album, nem mondom ki a fotóművét, már ő is ő sincs közöttünk, és nagyon illusztris sztárokkal, művészekkel voltam
egy albumba, ahol mint Marilyn Monroe ilyen fél aktot csináltak rólam. Amiért nem kaptam egy forintot se. Ungár Anikó volt benne, Eszenyi Enikő, Udvaros Dorottya, Pasik is voltak. Tehát tényleg egy olyan névsor volt, amire azt mondta az ember, hogy büszke lehetek, hogy engem egy ekkora fotóművész fotóz. És akkor ez megjelent ez a könyv, az nem került az apukámhoz, mert nagyon drága könyv volt, és én erre büszke voltam, tehát nem volt semmi pejoratív dolog ebben, mert ez egy művészi album volt. Utána viszont valóban felkért a Playboy, és én nemet mondtam, és ez valahogy kiszivárgott, és utána megjelentem, nem mondom ki, egy napilapnak a címlapján, amit ez a fotóművész adott egy fotót, ami addig abba a gyönyörű könyvbe volt. Ott voltam címlapon, hogy 7 számjegyű összeget ígértek, nyerte Zsuzsának, hogy megmutassa bájait a Playboynak, és ő visszautasította. És erről én úgy vettem tudomást, hogy felhívtak, akkoriban volt a kimondhatom Napkelte, és fölhívtak, hogy menjek be, és mondom, hát miért nem, nincs bemutatóm, nem történt velem semmi olyan dolog, hát mi? Hát ott vagy félmeztelenül a XY újságnak. Hát szerintem még most is belepirultam. Aznap nem mertem kimenni az utcára. Esküszöm. Ugyanezt megcsinálták a Dorottyával is, Udvaros Dorottyával, tehát ez a fotóművész ugyanúgy eladta ennek a napilapnak, amit ő neki csináltunk, az ő gyönyörű albumába, egy művészi fotó, félak. Na, és akkor ugye elkezdtünk pereskedni, és akkor végül is én azt mondtam, hogy azt mondtam, hogy úgyse nem a pénzért csinálnám, hanem de viszont nem akartam rosszba lenni a médiával az akkori dologgal, akkor én ezt abba hagytam, és akkor még egyszer felkértek, és akkor azt mondtam, hogy na, just is megcsinálom, és akkor már készüljenek tényleg gyönyörű fotók, de akkori főszerkesztő, hála Istennek, olyan volt, hogy ugyanúgy csak így félig látszottam, illetve oldalról, ha valaki visszakeresi ezt a Playboyt, tehát annyira intim dolog nem látszódott, tehát nem kellett úgy kitárulkozni, és valóban Marilyn Monroe-s fotók készültek újra, benne volt a versem, amit Marilyn Monroe-ról írtam, tehát nagyon szerintem egy semmivel többet nem mutattam meg, mint annak a fotóművésznek, ami megjelent az albumába, és itt kerültem. Akkor még pici volt a Zsuzsó, és hát apukám sem mondta azt, hogy ennyi. Tehát szerintem ott is inkább művészi, mint ilyen Playboy-szerű fotók. Habár a Playboy, azt nem kell szégyelni, mert ez nem egy szexújság, hanem egy művészi. Attilának tetszettek a képek? Hát ezt nem kérdeztem meg tőle. Lehet, hogy ő annyira nem örült, de azt hiszem augusztusi szám voltam, tehát mindenki nyaralt, úgyhogy nem volt olyan nagy felhajtás körülötte, igen. Tehát nem bántam meg. Végülis az életemben csak egy dolgot bántam meg, gondolom erre is biztos rákérdezel, ha már ilyen nagy interjút készítünk. Minden mást ugyanúgy csinálnék az életemben, egy dolgot, nem? A Zsuzsónak adnék egy testvért. Tehát ő olyan csodálatos testvér lett volna, hát ezt a unokatestvérei, van neki 7 unokatestvére, mert 7 unokája van a anyukámnak, vagyis a szüleimnek, ilyen szerencsések voltak, hát nekem 7 valószínű, hogy nem lesz, mivel ő csak egyke a Zsuzsó. Tehát biztos, hogy testvért adtam volna neki, mert tényleg a unokatestvéreink keresztül láttam, mert ő a második legidősebb unoka, és a többi unokatestvéreit pesztonkázta, meg pelenkázta, meg minden, tehát nagyon-nagyon-nagyon jó testvér lett volna. Hát sajnos ezt elhibáztam. Kanyarodjunk egy nagyot. Színház. Te hosszú-hosszú évekig
a Vidám Színpad tagja voltál, Böröndi Tamás vezényletével. Mindketten nagyon szerettük a Bőrit, nagyon jó barátod volt. És miután elvesztettük őt, azután te a Vidám Színpadod is elveszítetted, holott úgy tűnt, hogy az özvegyével, Götz Annával ti rendeztétek a viszonyoktokat. Mi történt, Zsuzsi? Hát most azért elszomorítottál, mert bocsánat. Hiába jó pár év eltelt, azért vannak olyan dolgok, amik ugyanúgy fájnak, próbál az ember nem gondolni rá, de amikor szóba kerülnek, akkor azért ugyanazt érzem, mint akkor, amikor kiderült, hogy Bőrci meghalt, tehát nem tudták levenni a lélegeztetőgépről. Hogy mi történt Annával, mivel Tamás tényleg a Dezső mellett, a legjobb barátom volt, nem csak azért, mert együtt játszottunk évtizedekig, tehát amíg a Bőrci meg nem halt, tehát a Dezső és a Böröndi volt, akikkel mindig, tehát millió darabba összejártunk, ünnepeltük egymást, tudtunk egymás bajáról, gondjáról, boldogságáról, szomorúságáról, és hát én voltam a legboldogabb, amikor publikussá vált, tehát én tudtam, hogy az Annával ilyen csodálatosan megtalálták egymást, és ilyen fantasztikus szerelem, és házasság, és boldogság, és hát nagyon szörnyű volt, hogy ez történt. És én valóban jobban voltam az Annával, hát együtt játszottunk több darabba, egy öltözőbe voltunk, beszélgettünk a lányainkról, tehát én úgy éreztem, hogy közel vagyok a szívéhez, nem csak mint kollega, hanem mint nő és barát. És ez valóban így is történt, hiszen amikor meghalt a Tamás, december 15-én volt a temetése, 14-én van a születésnapom, és akkor a Covid közepén voltunk, amikor este 6-kor vége, akkor soha nem lehetett 6 után menni sehova. És az Anna, hát először is, amikor meghalt a Tamás, már előtte is minden nap interneten volt egy csoport, ahol imádkoztunk érte, meg gondoltunk rá, meg én többször jártam ott a háznál, mert ő is ugye covidos lett, és vittem neki cukrászdából ezt, azt, amazt, meg főztem neki leveskét, remélem emlékszik rá. Tehát amikor még élt a Tamás, és amikor meghalt a Tamás, akkor egy emberként, én is, meg a Dezső is, meg mindenki, de hát én vittem őt, meg mentünk a Böröndi anyukájához, a Lenke nénihez, meg intéztük a dolgokat, szóval tényleg próbáltam tartani benne a lelket, borzasztó állapotban volt, tényleg. Mi is, de hát ő, aki egyszerűen tényleg felfoghatatlan, hogy lehet ezt túlélni, de hát mindent túl lehet élni, mint látható. Tehát ő azt kérte tőlem, hogy én vele legyek az elő éjszakán, amikor az utolsó, másnap volt a temetés, és én valóban a születésnapomat ott bele töltöttem a házba, ahol ugatott a kutya, elment a villany, ő borzasztó állapotban volt, próbált. Én is borzasztó állapotban voltam, mert végig a Tamásról beszéltünk. Aztán másnap történt egy olyan dolog, hogy megvolt a temetés, de közben rólam hülyeségek jelentek meg az interneten, hogy én felakasztottam magam, meg a születésnapom is volt, és egy kereskedelmi tévé behívott, hogy fölköszöntsön engem. Mert úgy volt megbeszélve, hogy én a 15-ét is nála töltöm az éjszakát. De 16-ára behívtak, és ugye nem volt akkor sminkes, tehát otthon kellett kisminkelni, hajat csinálni. Nem akarom hosszú lére nyújtani a dolgot. Lényeg az, hogy mondtam az Annácskának, hogy most ő jöjjön fel hozzám. Még az ágynemümet is ott hagytam nála, mert vittem az ágynemüt, hogy ne kelljen ebben. De mondom, hagy aludjak otthon, egyrészt nyugodtabban alszok, és másnap korán megyek, és ott, hogy jobban ki tudom festeni magam. Hát ezt zokon vette, hogy én élete legnagyobb tragédiába cserbe hagytam, holott nem hagytam cserbe, aztán ugye ezt megbeszéltük, de innen így
ezért mondod azt, hogy, hogy tisztázódott, de hát most beszélek úgy először igazából a történtekről. Tehát én, nekem tiszta lelkismeretem, én úgy érzem, hogy én mindent megtettem az Annáért. Nem csak a Bőröndi miatt, hanem ő érte is. És amikor ugye ő a Dezsővel valami miatt esett a konfliktust, így nem jöttek ki, és akkor engem megkérdeztek, hogy én mennék a Vidám színpadra játszani. Hát én boldogan mennék, valóban, csak éppen a Dezsővel, Dezső nélkül nem. Tehát én nekem a Dezső 40 éves barátom, én mellette tettem le a voksot, így hát én se. Tehát jól értem, hogy igen, te mehettél volna, de mivel a barátod Straub Dezső nem mehette, nem nemet tudom, mondtál. Ezt nem tudom, hogy engem megkérdeztek egy interjúba, hogy én mennék-e, ha hívnának, és én azt mondtam, hogy én boldogan mennék, hiszen 40 év, uh-huh, 30 év a Révai utcában, én nem tudom, hogy az Anna utána gondolkodott volna-e bennem, vagy sem. Engem kérdeztek, én mondtam, hogy én boldogan mennék, mert én imádtam ott játszani. Imádtam, mert én szerettem azt, uh-huh, a milliót, meg akkor még, hát ugye Bőröndi is ott volt, tehát nekem az egy boldogság volt, hogy közel is van az otthonomhoz, de mivel a Dezsőt egyértelműen nem hívta Anna, nem tudom, hogy engem hívott volna, vagy sem, de hát én akkor mennék, ha a Dezső is újra játszhatna ott. Most milyen a viszonyod az Annával? Képzeld el, hogy azóta egyszer se találkoztunk. Írunk egymásnak, névnapra, születésnapra, tisztáztuk ezt a félreértést, tehát ő írt nekem egy nagyon szép SMS-t, amiben leírta, hogy nem haragszik rám, ő ezt az akkori lelkiállapota másképpen fogta föl, tudja, hogy mennyire szerettem a Tamást, és hát én végül is a médiában nem nyilatkoztam semmi olyat, ami degradáló lett volna ránézve, tehát, de azért az is benne volt, hogy tehát az kicsengett belőle, hogy én a Tamásnak voltam a barátja, és én azáltal lettem az ő barátja, hogy a Tamásnak voltam a barátja. Tehát azért neki nem úgy voltam a barátja, érted? Értem, persze. De szerintem minden, ha találkoznánk, puszi, hogy vagy, mint vagy, mondjuk nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi folyik most a Vidám színpadon, olvasok róla, meg úgy elmennék megnézni, de mondjuk elég sokat játszom, utazom, úgyhogy de előbb-utóbb biztos, hogy el fogok menni megnézni, mert miért ne, úgyhogy bennem sincs semmi rossz érzés. Biztos nehéz lesz oda belépni a Tamás miatt, de én úgy gondolom, hogy én nyugodt szívvel, és hát nem azt mondom, hogy boldogan tudnék ott nevetgélni, de talán el tudnám felejteni azt, hogy amit el kellene felejteni, hogy boldog szívvel nevessek. Ugyanakkor a régi másik nagybarátod Straub Dezső megmaradt veled, megmaradt melletted, és együtt járjátok az országot. Ja, igen, pont tegnap játszottunk Betörőt, Feltődön, a Betörő című darabot, amit ő írt, a zenét ő írt, a szöveget ő írt, ő játssza a főszerepet, két személyes darab, de van mellette két fiatal kis rendőr, akik nagyon-nagyon édesek, és színesítik a történetet. Hát nem tudom leírni, hogy tényleg, hogy szereti a közönség, és mi imádjuk. Hát mi félszavakból megértjük egymást, mert tényleg csak egymásra nézünk, tehát ugye 42 éve játszunk együtt, és mindig van egy része a darabnak, amit hát ugye kívülről tudjuk egymás szövegét is, mert most már hányadik, 30. előadáson már túl vagyunk, és mégis olyan dolgokat tud becsempészni, mert ugye ez nem egy Shakespeare, amiken potyognak a könnyeim, mondjuk belefér a szerepembe, a végén kiderül, hogy nyugodtan nevethetek rajta, de hát nagyon-nagyon nehéz mellette kibírni, mármint
úgy nevetés nélkül, amikor nem szabadna nevetni, és hát tudod, a színpadon akkor az a legjobb, amikor vissza kell tartani az embernek, és én akkor valóban nekem a könnyeim csorognak, amikor visszafojtok egy nevetést. Úgyhogy imádok vele játszani, és hát a legjobb barátom, és nem véletlenül lesz ott a esküvőn is, mert ott tényleg csak a család és a gyerekeknek a barátai lesznek ott. Tehát a mi baráti körünkből nem nagyon lesznek, mert ez az ő esküvőjük. Úgyhogy csodálatos, tehát örülök, hogy egy ilyen darabot írt, és még remélem, hogy sok-sok-sok előadással örvendeztetjük meg a közönséget, mert szereti a közönség, és amit nem lehet hazudni, tehát az első perctől fogom, még nem csinálunk semmit, már azt érzem, hogy azt a szeretett cunamit, ami jön a néző, és még semmit nem csináltunk, tehát nem az van, hogy a végén meghálálják, hogy milyen jó volt, és milyen jót szórakoztunk, és mennyit nevettünk, és de vannak benne, amikor kicsordul a könyv, tehát ez hullámvasút, tehát a Dezső az úgy írt darabot, hogy abban legyen mélység is, meg magasság is, hatalmas csavar van a végén, majd ha itt játsszuk a közelben, majd szólok neked. Lényeg az, hogy már az elején már azt kapjuk a közönségtől, hogy tehát így megelőlegezik azt a szeretetet, és azt, hogy... Azért mind a ketten fantasztikusak vagytok, mert valami végérvényesen úgy tűnik végérvényesen véget ért, és ti szintársulat nélkül is tovább tudtátok folytatni az egészet. Ez a mai világban az egy fantasztikusan nagy dolog. Ez főleg a Dezsőre érvényes, mert ő, amikor a Tamás meghalt, ő alul valóban mindenki lett húzva. Tehát ő 100%-osan a Vidám színpadnak a része volt. Nem is nagyon engedte a Tamás máshol játszani. Én, hála Istennek, a Pesti Művész Színházban játszottam, akkor még akkor a Élesztrinnél voltak feladataim, akkor, tehát én nekem a Vidám színpad mellett volt, tehát játszottam más helyeken is, és amikor ugye a Vidám színpadra már ugye nem kellettünk, akkor tovább is tudtam színpadon lenni, de a Dezsőnek a nulláról kellett elindulnia újra, és hát hála a Körúti Színház vezetőjének, Galambos Zolinak, hogy ő azért meglátta a Dezsőbe a lehetőséget, és most már sok darabban játszik ott, és ott játsszuk egyébként ezt a Betörő című darabot. Egyébként járjuk az országot a Nyerőpáros című szórakoztató kabaré műsorunkkal, és hát elég sokat a magánéletben is sokszor találkozunk. Úgyhogy... Rengeteget mész, utazol. Meddig akarod ezt még csinálni? Hát... Mint halálig? Igen, hogy a koporsóba vigyenek, a színpadról a koporsóba vigyenek el, vagy éppen amikor kiszállok a buszból, úgy maradjon. Hát igen, fárasztó, de hát megéri. Nem mondom, hogy a pesti közönség nem ugyanolyan hálás, mint a vidéki, de azért a vidéki azt értékeli, hogy tudja, hogy te két és fél órát odautaztál, utána ő már rég fekszik az ágyába, és álmodozik arról, hogy milyen jól szórakozott, mi még mindig a buszba zögykölődünk. Meddig akarom csinálni? Hát életem végéig szeretném csinálni. Természetesen szeretnék színpadon állni, amíg bírom egészségileg, és amíg nem az anyagi dolgok miatt, hanem mert egyszerűen nekem ez az oxigénem. Még most így is, hogy most már ugye nagymamaként is egyre elfoglaltabb leszek, remélem, de tényleg nekem ez az oxigén, ez a feltöltődés, ez a hiába hány kilométer, de csodálatos a közönségnek a pozitív energiája, meg a szeretete, ami átjön és ami feltölt. További sok ilyen pozitív élmény, Zsuzsikám, neked nagyon sokáig. Még annyit beszélgettem volna veled. Aranyos vagy, köszönöm neked. Nektek is nagyon köszönjük a figyelmet, köszönjük, hogy velünk voltatok. Ne felejtsétek el követni a Kiskegyed YouTube és TikTok csatornáját, kövessétek a kiskegyed.hu-t, és olvassátok a magazint. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok!